Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Diszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi születi napok, nagy sikere volt a rendezvénynek. Árvízkészültség, hétfőn tetőzött a Duna Tolnavár megyében. Dombó Tour kerékpárverseny, első alkalommal rendezték meg a viadalt. Strudel Fesztivál, 26. alkalommal ünnepeltek Nagymányokon. Szeptember 19-e és 22-e között rendezték az idei szekszárdi születi napokat. A kulturális programok, felvonulás, koncertek, ételek és italok ismét rengeteg látogatót vonzottak a vármegyeszékhelyre. Több mint 45 ezeren látogattak el a hétvégén a szekszárdi születi napokra. A négy napos rendezvényen temérdek program várta a vendégeket. A hangulat idén is kiváló volt. A szombati nap egyik fénypontja a születi felvonulás volt. A felvonulásra rengetegen voltak kíváncsiak. A születi felvonulást követte a Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója, ekkor hagyományőrző néptánccsoportok léptek színpadra. Megtartották a szület táncos párja választást is, a győztes párosnak Vég Liliana Lolitát és Farkas Patrikot, a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes táncosait választották, így egy évig ők lesznek a születi napok arcai. Nekem teljesen hihetetlen, és nem gondoltuk volna egyáltalán, hogy mi fogjuk ezt így megnyerni, meg hogy mi leszünk a szület párja, de nagyon örülünk neki. Az időjárás mind a négy nap során kiváló volt. Berlinger Attila, szekszárdváros polgármestere is kiemelte, a fesztiválon a változatos programok között mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Én nagyon szépen köszönöm valamennyi szekszárdi polgárnak a türelmét, a megértését és azt a fajta jó hangulatát, amellyel mi újra példát mutattunk az ország valamennyi más fesztiváljának, újra büszkén vallhattunk magunkat szekszárdinak, megmutathattuk az értékeinket. Ez a helyi lakosok, az itt élő polgárok együttműködése és jó szándéka nélkül nem működhetne, úgyhogy én nagyon köszönettel és hálával tartozom valamennyi itt élő embernek. Természetesen a Béla térről a Garai térre levezető úton most is az árusok sorakoztak fel, a gyerekeknek pedig vidám parkkal és különböző gyermekprogramokkal készültek a szervezők. A Béla Király téri színpadon számos koncertet tartottak, a vasárnapot Szikora Róbert és az Ergo zárta. Tolna vármegyében hétfőn tetőzött a Dunán levonuló árhullám. Bátán jelenleg a gátakat folyamatosan ellenőrzik, ahogyan a Szekszárdhoz közeli szakaszon is. Hatalmas összefogás volt az utóbbi napokban Bátán, ahol a katasztrófavédelem, a vízügy és a tűzoltóság szakemberei a sok polgári segítséggel együtt összesen 15 ezer homokzsákot töltöttek meg, és helyeztek el a kritikusnak számító helyeken. A jelen pillanatban egy csendesülés van, az azt jelenti, hogy megfigyeljük a gátak minőségét, állagát, rendszeresen járják a katasztrófavédők, tűzoltók, valamint az én embereim is, én magam is a gátot. Rendben van, egy kisebb kis foltosodás van a gátakon, de minden rendben van. Előreláthatólag a hét második felében megkezdődhet majd a homokzsákok elpakolása is. Talán csütörtökön mondhatjuk azt, hogy igazán megkezdődik az apadás, és akkor odét már talán nem lesznek ilyen veszélyforrások. Vörös Mihályné 45 éve lakik Bátán, és megmutatta nekünk, hogy a Duna hogyan kerítette hatalmába újra a kertjét. Most nagyon le vagyok nyugodva, mert nagyon féltem, hogy 2013-as víz, hogy megfölözi, vagy ha akkora lesz, akkor sokkal nagyobb gonddal kellett volna ráfordítani, de hál' Istennek kisebb lett a víz, és így nem volt úgy veszélyben az egész
udvarom se, meg a házam se. A megszokottnál nagyobb erővel érkező hatalmas mennyiségű víz szemmel láthatóan rengeteg hordalékot hozott magával. A Szekszárdhoz közeli ártéren épített üdülők most még víz alatt vannak, de előre láthatóan a hét második felében megkezdhetik a takarítást az ingatlanokban. Itt vagyunk a Duna Szekszárdhoz legközelebbi szakaszán, ahol a dunai árhullám tetőzése ezekben az órákban várható. Ami egyébként az előrejelzésekhez képest és a 2013-as árhoz képest is alacsonyabban történik meg. Ezen a szakaszon is nagy még a készültség, ahogyan a Kesejüzsi Sió árvízkapunál is. A vízügy szakemberei a töltések állapotát folyamatosan ellenőrzik, ahol a forgalom jelenleg is ideiglenesen korlátozott. A dunai árhullám miatt vasárnap és hétfőn több helyszínen lépett életbe forgalom korlátozás és útlezárás Tolna vármegyében. Az 55-ös főút Pörbei és Baja közti szakaszát szeptember 22-én 17 óra és szeptember 23-án reggel 7 óra között teljes szélességében lezárták. Itt kizárólag rendőri felvezetéssel lehetett áthaladni. Ezen a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség által készített megdöbbentő felvételen jól látszik, hogy rengeteg vad közvetlen az út mellett tartózkodott és az útra is felmentek. A korlátozás szeptember 23-án 17 órától 26-án reggel 7 óráig továbbra is időszakosan fennmarad. Három erősen ittas sofőrt is előállítottak a hétvégén a Tolna vármegyei rendőrök. Egy 49 éves szekszárdi férfi elmondása szerint tévedésből hajtott fel az M6-os autópályára Szekszárdnál péntek hajnalban. Elaludt és a szalagkorlátnak ütközött, miután körülbelül 15 kilométert haladt a strádán. A férfi szondája pozitív értéket mutatott. Egy 27 éves ozorai sofőr szombaton este okozott balesetet. A férfi nekiütközött egy parkoló kocsinak, majd megállás nélkül elhajtott a helyszínről Kaposszegcsőn, végül Dombóváron fogták meg. Az ittas autós agresszív volt, nem működött együtt a rendőrökkel, ráadásul jogosítványa sem volt. Őt megbilincselték és előállították. Életét vesztette egy idős nő a Bölcskei focipályán szeptember 21-én. A hazaiak ifjúsági csapata a Kakasd ellen játszott bajnoki mérkőzést, a bölcskei nagymama unokái mérkőzésére látogatott ki, azonban a nézőtéren rosszul lett és összeesett. Az idős nőhöz mentőhelikopter is érkezett, életét azonban már nem tudták megmenteni. A közösségi médiában mindkét klub részvétét fejezte ki. Első alkalommal rendezték meg a Dombó túrt, ami nem csak egy kerékpár verseny, hanem inkább egy élménytúra. A rajtot követően a résztvevők egy 25 kilométeres távot tettek meg Dombóvár körül. Hagyományteremtő céllal Dombóvár is csatlakozott az autómentes naphoz. Első alkalommal rendezték meg a Dombó túr kerékpár versenyt. Sporttanács ötlete alapján megszerveztük a Dombó túr kerékpár versenyt, amit igazán azonban nem is verseny, inkább egy élménytúra. Két kategóriában lehetett nevezni, 15-kor indultak a versenyzők, 15-ra 15-kor, akik tényleg csak túrázni jöttek. Az időjárás kegyébe fogadott minket, hiszen, hogy látszik a felvétel is, kiváló idő van, ragyogó napsütés. A 25 kilométeres távra két kategóriában lehetett nevezni. Mai napon lényegében a dombóvári autómentes napon vagyunk jelen. Ez országos program, egy autómentes hét, amit mindenhol szerte az országban megtartanak. Dombóvár az idei évben annyiban újított, hogy egy helyi kezdeményezés alapján egy Dombó túr kerékpáros versenyt hirdettünk meg a dombóvári lakosok számára. Ennek kettő fejezete van. Van az élmezőny, tehát a jobbak a felnőttek számára ez a versenyzői kategória, és van egy ilyen hobbi csoport. Az 50 fős mezőnyben minden korosztály képviselte magát. Az elmúlt hetek időjárását nézve nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen szép időt kaptunk ajándékban még így szeptember végén. Én nagyon örültem ennek a kiírásnak. Már volt egy mountain bike verseny itt Dombóváron, ez az első országúti kerékpárverseny. Én minden ismerősömet arra buzdítottam, hogy jöjjön el, ezt nekünk szervezték, itt és a kis térség volt elsősorban a célközönség. Örülök, hogy ennyien legalább eljöttek. A gyakorlott versenyzők 30-34 km/h sebességgel tekerték végig a versenyt.
Ez volt az első ilyen versenyem, már mind ilyen kerékpáros, de szerintem nagyon szuper volt, és jó volt úgy közlekedni, hogy le van zárva minden, és az út közepén tekerettél. A szervezők és résztvevők közös célja, hogy felhívják a figyelmet a kerékpáros közlekedésre és az autók használatának csökkentésére a mindennapokban. Az árvízi védekezés vége felé járunk. Minden esélyünk megvan arra, hogy a lehető legoptimálisabban tekintsünk a hátralévő egy-két nap elé. Közölte Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzs hétfő reggeli ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Tolna vármegyében Pakson korábban másodfokú védekezési készültséget rendeltek el. Azóta itt már megkezdődött az apadás. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak úgy, mint Pakson, Dunaföldváron sem kell aggódni az árvízhelyzet miatt. Tony Curtis nemzetközi filmfesztivált rendezett a Magyar Hollywood Tanács Máté Szalkán. A film szemlére 17 országból összesen 100 nevezés érkezett. A szeptember 19-től 21-ig zajló fesztiválon hagyományos diákvetélkedőt is tartottak. Bátaszéket Somogyi Noémi, Rica Ivet és Kis Anabella a második Géza gimnázium diákjai képviselték. Felkészítőjük Bozsolik Zsófia tanárnő volt. Idén 26. alkalommal tartották meg a Nagymányokon a Búcsú, Bor és Rudel Fesztivált. A kétnapos rendezvény sorozat alkalmával az ilyenkor hagyományos szüreti felvonulásra, valamint közös rétes húzásra is sor került. A szombati Nagymányoki Búcsú, Bor és Strudel Fesztivál szüreti felvonulással kezdődött. A táncosok, a fúvós zenekar, valamint a meghívott csoportok a Nagymányoki Művelődési Központnál gyülekeztek és vonultak fel a tájházhoz. Ott egy lakodalmat játszottak el, és utána indultak tovább a rendezvény helyszínére. Szüreti felvonulással indultunk, ugye, és gyakorlatilag most kulturális műsor lesz, hagyományosan hagyományőrzött táncsoportokkal, utána lesz egy kis tombola sorsolás gyerekeknek, hagyományos gyerekjátékok lesznek, és ezen kívül lesz még egy kis koncertünk, és a végén egy diszkó és egy tűzijáték fogja zárni. Péntek délután kezdődött a hagyományos rétesnyújtás. Rengeteg rétes készült el a hagyományos alaptöltelékekkel. Volt túrós, megyesmákos, diós megyes, grízes megyes és almás is. A rétes húzás, ugye ez nem a rétes lapos rétes húzás, hanem ahogy a nagyanyáink csinálták, ez egy húzott rétes, és gyakorlatilag 180 darabot húztunk meg, és 26 csapatra olyan 260 ember húzta a rétest. A fesztivál a második legnagyobb rendezvénye a településnek, a Város és Bányásznak mellett, tájékoztatott Bartucz Máté polgármester. Vagy 26 évre tekintünk vissza, ez korábban még csak születi felvonulásról szólt, illetve ez volt a Nagymányoki búcsú, de amióta itt a másik helyszínen kerül megrendezésre 14 éve, azóta van a rétes nyújtás is, és akkor ezzel bővült ki a program. Az eseményen kézművesek és termelők kínálták portékáikat, a kulturális műsorok mellett pedig mindenki megtalálta a számára kedves programokat, hiszen volt falmászás, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás és különféle bemutatók is. A színpadi műsort követően a gyerek és felnőtt tombola sorsolás következett. Idén a főnyeremény egy wellness üdülés volt. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. Téma 7. Az állattartásról tanulhatnak a gyerekek. Kóstoló. Baranyában létrehozott háztáji tyúkból főztek pörköltet. Állatvédelmi témaheteken tanulhatnak országszerte a gyerekek a helyes állattartásról. Szeptember 30-ától két héten át várják programok a diákokat a csatlakozott iskolákban, ahol a tanórákon és azon kívül is téma lesz az állatok védelme. Az érdeklődő somogyi oktatókat Kaposváron a Gárdonyi Géza tagiskolában várták az eseményt megelőző rócsóra. Ezek közül ezt én rajzoltam. Ez azt mutatja, hogy a katicának milyen szervei alakja van. A többi meg ilyen táplálkozás, milyen hiedelmek vannak, és meg hogy még milyen mesék, meg fejlődése. Ez igazából az egész. Az ötödik osztályosok munkáját mutatja nyári napsugár. A kaposvári Gárdonyi Géza tagiskolában az osztályok más-mást mutatnak be rajzokkal, információkkal. Itt nem csak az intézmény állatbarát, hanem a diákok is azok. Napsugárt is sok házi kedvenc várja otthon. Van, amelyik állat hasznos,
meg van, amelyik igazából csak ilyen dísznek úgymondva, és nekem igazából vannak teknőseim, papagájaim, nyulak, birkák voltak, macska, kutya, süni. Idén harmadik alkalommal rendezik meg az Országos Állatvédelmi Témahetet, amelynek programja 2 hétig tart. Ezt megelőzően 17 városban szerveznek az érdeklődő pedagógusoknak roadshow-t. Ennek pénteki helyszíne a kaposvári Gárdonyi Géza tagiskola volt. 2022-ben kezdtük el a kormánybiztosi titkársággal, valamint Ovádi Péter kormánybiztos úrral az állatvédelmi témahetet szervezni. Akkor több mint 130 ezer gyermeket regisztráltak a pedagógusok. Idén már több mint 275 ezer gyermeket regisztráltak pedagógusaink. Számos csatlakozónk van országos szinten, illetve határon túlról is. És igyekszünk segítséget nyújtani a pedagógusoknak a programszervezésben. Például letölthető óratervekkel, külső programokkal, akár ingyenes eseményekkel. Lesz például az állatvédelmi témahétnek egy ingyenes nyitó eseménye Budapesten, az Erzsébet téren szeptember 28-án. A programmal a felelős állattartásra szeretnék felhívni a figyelmet. A kaposvári Gárdonyi Géza tagiskolában tanórán és azon kívül is főszerepben lesznek az állatok. Állatorvos fog hozzánk látogatni, illetve minden tantárgyhoz próbáljuk hozzá kapcsolni az állatvédelem területét. A pedagógusok úgy készülnek órákra, hogy a gyerekekkel ebben a témakörben dolgozzanak egy-egy órán. A kaposvári iskola állatbarát intézményként rendszeresen szervez a témában programokat. Nekünk egész évben nagyon-nagyon sok programunk van, nagyon sokat teszünk azért, hogy a diákjaink felelős állattartók legyenek. Ez azt jelenti, hogy előadókat hívunk, projektnapokat tartunk, kiállítást szervezünk. Most például a bejáratnál lehet látni, hogy tavaly is és az idén is olyan kiállításokat szervezünk például, ahol a gyerekek azokat a képeket hozzák, ahol állattal található, állatokat gondoznak, állattal játszanak. Tehát ahol látszik az, hogy mennyire fontos az ő életükben a kis állat. A szeptember 30-án induló állatvédelmi témahetekhez már több somogyi oktatási intézmény csatlakozott. Baranyában létrehozott háztáji tyúkból készült pörkölt kóstolóját rendezték meg Pécsen. A különleges étel igazi gasztronómiai élmény nyújtott. Az elkészítését a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület pécsi főzőkonyhája biztosította. A rendezvényt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei szervezete valósította meg. Rátermett jó húsú, hamarabb megfőlő tyúk a háztáji tyúk, melyet többfajta tyúkból tenyésztettek ki. Ennek a hazai különlegességnek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat lehet az arca, ami nagy örömmel tölti el az Egyesület pécsi főzőkonyhája szakácsát, aki egy kicsit a konyha történetébe is beavat. Mivel hogy a szociális konyhánk ugye megszűnt, ezért nem feledtük el a küldetésünket, hogy minden 10 eladott étel után egy embertársunkon tudunk szintén segíteni ugyanúgy. Többfajta tyúk kellett ahhoz, hogy kitenyésztődjön a sok év során ez a háztáji tyúk. Többek között Szerbiából, Győr-Moson-Sopron vármegyéből, Pécsváradból is származik ennek a háztáji tyúknak az őse. 2015-től bekerült a baranyai, majd ekkor a Nemzeti Értéktárba is. Tudtuk meg Hegedűs Tibor, a baranyai tájfajta tyúk kitenyésztője fajta fenntartójától. Nyilván jobb lett, hiszen az igények is mások, tehát nagyobbnak kellett lenni, másmilyen hús összetételnek kellett lenni a hús, vörös színű húsa. Tehát a baranyi tájfajta húsa nem rózsaszín, nem fehér, vörös, hiszen a baromfi valamikor egy vadállat volt, ami háziasítva lett. Lásd fárcán, lásd gyöngytyúk, tehát látott már valaki fehér húsi gyöngytyúkot? Soha nem is fog. Hiszen ez is egy háziasított vadállat, háziasított baromfi, csak kevésbé tudták háziasítani, mint a tyúkot. Gyakorlatilag vadformájában ugyanúgy néz ki. Most ez is fontos volt, hogy a hús színe ne fehér legyen, hanem vörös színű legyen. Gazdagon zsírszövettel átszőve, ez is igaz. Tehát, hogyha levágunk egy tyúkot, vagy egy kakast, egy kifejlett állatot, az egy vörös színű valami, amiben rengeteg zsírszövet van. Ráteszem a platnira, kisül belőle zsír, nem kell ott tenni semmit. És nem mellesleg finom. Ennek a kóstolónapnak az a jelentősége, hogy baranyai tyúkfajtáról szól. Ez egy teljesen újfajta tyúk, mondta Ritlinger József, a NAK Baranya vármegyei elnöke. A hungarikum már nyilvánítása az már folyamatban van, hál' Istennek, de az elismertetés is folyamatban van. Ennek az pont a lényege, hogy megismerjék a termelőink is, a
gazdálkodók is, a nagy közösség is, a városban lakók, hogy létezik egy ilyen újfajta baranyai tájfajta tyúk és csibe kakas. Ennek a húsa, a gasztronómiai értéke egészen más, még másabb még, mint az otthoni kakpirgálós. Egészen más neki a szerkezete, más neki a felépítése, más a tulajdonsága, és amiben még nagyon jó, hogy idegen tartható. Tehát nem kell istálló körülmények között tartani, attól neki a hús, húskihozatala, tojáskapacitása minden maximálisan összehasonlítva az idáig, amit otthon a háztáiba tartottak, betegszik bőven. A baranyában létrehozott háztáityúkból készült pörkölt kóstolóját a Pécsi Kossuth téren tartották meg. A különleges étel igazi gasztronómiai élményt nyújtott. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. Szekszárdi szüreti napok nagy sikere volt a rendezvénynek. Árvízkészültség. Hétfőn tetőzött a Duna Tolna vármegyében. Dombótúr kerékpárverseny. Első alkalommal rendezték meg a viadalt. Strudel Fesztivál. 26. alkalommal ünnepeltek Nagymányokon. Kedden hullámzó frontrendszer éri el hazánk térségét nyugat felől. A Dunántúl fölé már dél előtt vastagodó felhőzet sodródhat, melyből a déli órákhoz közeledve egyre több felé záporesők, egy-két zivatargóc is kialakulhat. Nyugaton csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!